Lakásügye helyett inkább a Beigliről és az Adventről beszélt az újságíróknak a parlamentben Natolcsi György. Az újságírók azt szerették volna megtudni, hogy tényleg lakotta a bankszövetség elnökének lakásában. A jegybank elnök megismételte, hogy lakcímkártyáján nem Patai Mihály lakcíme szerepel. Az ellenzék szerint nem csak lakásügye miatt, de a Questor ügyben is megbukott a jegybank elnök. Matolcsi szerint azért nem tudták megmenteni a károsultakat, mert a Questor botrány egy 15 éves csalássorozat része. Questor károsultak tüntettek immár sokadjára a parlamentnél. Ezúttal nem csak kint a Kossuth téren tiltakoztak, bementek a gazdasági bizottság ülésére is, és meghallgatták Matolcsi György beszámolóját. Helyreállt Magyarországon a gazdaságpolitika egyensúlya. A jegybank elnök hosszasan sorolta a sikereket, sőt jövőre 3,5-4% körüli gazdasági növekedést prognosztizált. A Jobbik azonban a devizahitelekről, az MSZP pedig a Questor botrányról kérdezte Matolcsi Györgyöt. Önökre ez ráomlott, és önöknek nem az volna a feladata, hogy ezeket leleplezzék. Önöknek meg kellene előzni, önök nem egy térfigyelő kamera. Hogyan előzte volna meg a Magyar Nemzeti Bank 15 évvel ezelőtt ezt az elinduló csalássorozatot? Sem, sehogyan. De valóban lelepeztük. Ezután arról kérdezték a jegybank elnököt, hogy miért nem mondja meg, lakott-e Patai Mihály lakásában, aki egy kereskedelmi bank vezetője és egyben a bankszövetség elnöke is. Ön nem cáfolta. Ön nem cáfolta, nem mondta, hogy nem lakom ott. Kikerült folyamatosan ezeket a kérdéseket, és úgy gondoljuk, hogy az ellenőrző nem lakhat az ellenőrzött ingatlanában. Ne törjön be, képviselő, őrizze meg az ártatlan tekintetét. Matolcsi György szerint, ami nincs, azt nem kell cáfolni. Mint mondta, Balaton akaratjai lakcíme közérdekű adat, azt nyilvánosságra is hozta. Az, hogy mikor, hol vagyok, kihez ugrom fel egy pohár borra, vagy egy üveg ásványvízre. Melyik épületbe megyek be, és melyikbe jövök ki? Na, ez nem közérdekű adatképviselő. És egy olyan újságcikk, ami mindenfajta bizonyíték nélkül csak kitalálta, mert a környéken kóborolt valaki, aki látott valakit, aki hallott valakitől valamit. Ugye? Na, ez a blöff. Az újságírók is megszerették volna kérdezni a jegybank elnököt a lakásügyéről, de nem válaszolt. Áldott, békés adventet és karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek. Még annak is, aki esetleg kérdezni szerette valamit, de én most erre megyek. Köszönöm, nagyon kedvesek. Matolcsi György közben menekült az újságírók elől. Bármit kérdeztek tőle, mindig ünnepi jó kívánságait hajtogatta. Békés adventet kívánok önnek is. És lakcímkártyától függetlenül lakott valahogy Patai Mihály lakásban? Boldog karácsonyt kívánok. Mi is önnek, de nem ezt kérdeztük. De én ezt válaszolom. Hosszú métereken keresztül tartotta magát a jegybank elnök. Sem lakásügyéről, sem a Questor botrányról, de még a növekedési hitelprogramról sem akart beszélni. Advent jelentőségére szeretném a figyelmét felhívni, és a karácsony ünnepére. Lesz Begli otthon? Lesz Begli? Nagyon jó. A Questor károsultak is szerettek volna beszélni Matolcsi Györggyel, de éppen úgy, ahogy az újságíróknak, nekik sem sikerült.